Családon belüli problémákkal rendelkezik mostanában? Nem, sőt, nagyon jó viszonyban vagyok a családommal, csak kicsit kevesebb időt töltök velük sajnos se mostanság. És a barátai? Velük is kevesebb időt tölt? Szignifikánsan kevesebbet, de hát... Tudja, ilyen ez. Van esetleg gyanúja, hogy miről szik ennyire rosszul? A mozgás hiányom, hogy nem vagyok este fáradt, de hát olyan nehezen veszem rá magam, hogy mozogjak valamit, úgyhogy inkább csak fennmaradok és dolgozom. Minden esetre dolgozik az ilyen éjszakázások alkalmával? Igen, hiszen mi más csinálnék, úgyis szeretek gyorsabban túl lenni mindenen, úgyhogy ez egy ilyen jó egybeesés. És mióta dolgozik? A jelenlegi munkahelyemen ez lesz a 6. hónapom, és hát azért, ha őszinte akarok lenni, akkor azért nem a legegyszerűbb, egészen megerőltető. Igen? De miért gondolja így? Hiszen, hogyha ennyire előre dolgozik, akkor biztos, hogy jobban teljesítanám, mint ez ő gondolja. Pont ez a probléma, hiszen nem tudok úgy teljesíteni, mint kipihenten. És ezért csak egyre frusztráltabb leszek, és még jobban ébren tartom magam azzal, hogy nem sikerül úgy, mint ahogy én azt igazán szeretném, és utána már előbb-utóbb már csak energiám sincsen megcsinálni ezeket a dolgokat, amiket meg kéne csinálnom. Az iskolában milyen tanuló volt? Milyenek voltak a jegyei? Többnyire színletes voltam, milyen szorgalmas gyerek, tudja, aki a tanároknak a kedvence, de nem egészen értem, hogy ez hogyan ide. Tudja, nem vagyok egészen biztos abban, hogy nem a munkájába próbáljam bizonyítani. Igazán? Mondjuk így végig gondolva van benne logika, hiszen ez az ördögi kör, ami így forgatva tartja az estémet, de ha ez tényleg így van, akkor még inkább talánsalan vagyok, tehát akkor mit kéne csinálnom? Ne próbáljon elaludni. Hogy tessék? De hát pont ezt akarnám elérni, nem? Mondogassa magának, hogy nem, csak azért sem fogok elaludni. Maradjon fenn, foglalja el magát valamivel, lehetőség szerint persze ne a munkájával. Ne akarjon sikeres lenni. Minél inkább célul tűzi ki, annál biztosabban elkerüli. A sikert nem lehet üldözőbe venni, ahogy a boldogságot sem. Annak, mint egy mellékhatás, önkéntelenül kell jelentkeznie. Pontosan, mint esetünkben. Minden kevesebbet foglalkozik vele, annál valószínűbb, hogy majd eljön, amikor eljön az ideje. Hát rendben, végül is, hiszen vajon nem lehet belőle aztán. Próbáljuk meg, köszönöm szépen.